Ma a vezeték nélküli videó továbbítási technológiákról fogunk beszélni, és szeretném neked bemutatni a Filwordnek a Lightsesque W1000S és 1000FT-t, HDMI, SDI és wireless videó továbbításra képes, és meg fogom mutatni, hogy mik azok az esetek, amikben nagyon jól jön nekem, de átbeszéljük a specifikációt is, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig ezt a videót. A Lightsesque, ami egy annyira furcsa név, de a W1000S egy valós idejű videó továbbítása képes, SDI, dupla HDMI, 300 méteres, nagyon gyors átviteli távolság és 1080p-t képes kiadni, és akár több fogadónak is tudja ezt adni, mégpedig úgy, hogy akár egy appot is használhatunk, tehát még a mobilunk is lehet egy control monitor. Miközben átbeszéljük a funkciókat, jöjjön egy jó kis unboxing. A FilwordW1000H egy stabil vezeték nélküli adatátvitelt kínál 300 méter hatótávval. Ez azt jelenti, hogy szabadon mozoghatsz, bármilyen forgatásról is legyen szó, és nem kell aggódnod attól, hogy elveszted a jelet. A dobozban van maga ugye az adó és egy vevő is, plusz 5 antenna is van, hogyha szeretnénk még jobban erősíteni a jelet. Van egy kolcsómánt is benne, amivel csatlakozhatjuk a kamerához, vagy valamilyen righez, és egy USB-C kábel a töltéshez, vagy akár adatátvitelhez is. Nagyon durván alacsony késleltetése van, aminek köszönhetően mindössze 0,08 másodperc. Tehát ezzel a W1000H biztosítja, hogy szinte valós időben szinkronban maradjon bármi, amit nézünk ugye a másik oldalon. Ha pedig mondjuk szeretné, vagy többen vagyunk, akkor konkrétan használhatjuk egy kétirányú, ugyanúgy vezeték nélküli intercomként is, tehát konkrétan beszélhetek egymással úgy, hogy egy fejhallgatót csatlakoztattok. A következő, ami még egy nagyon érdekes funkció, az élőzés, mert ezt is lehet a FilwordW1000H-val, a Type-C kábellel, ugye az USB-C-vel kapcsoljuk, és ezzel már bármilyen appon keresztül mehet is az élőzés, és lehet követni a dolgokat. Kipróbáltam, tényleg zseniálisan működik. A FilwordW1000H $430 kerül, tehát nagyjából olyan 100-100 valahány ezer forintért meg is lehet őket venni a kombinációt, és hogyha megnézzünk más versenytársakat, tényleg a funkciókkal szerintem teljesen ott van velük ugyanazon a szinten, és egy nagyon jó kis ár van. Vágó Peti jelentkezik, rájöttem vágás közben, hogy nem mondtam, hogy ugye eddig a W1000H-ról beszélgettünk, és most pedig áttérünk a K6-ra, ami egy eléggé különleges kis külső monitor. A dobozban megtalálod magát a K6 külső monitort, egy micro HDMI kábelt és egy mini kolcsú tartót is. Rengeteg alapfunkcióval rendelkezik, amit ma már szinte alapelvárás is lehet, fókusztól kezdve, hogy milyen a frame beállításod, az expozíció, és meg tudsz nézni olyan dolgokat, mint a waveform, histogram, vektorscope, még a konkrétan a hangfelvételi vagy beviteli jelnek a szintjét is tudod nézni, de van focus peaking, zoomolhat, zebrákat, false color-t látsz, és amúgy van benne 3D lát support is. Szóval a FilwordK6 már ezeket az alapnak számító funkciókat tartalmazza, de nem ez a legdurvább, amit kihangsúlyoznék benne, hanem azon túl, hogy egy külső monitor, ami tényleg a versenytársaitól így kiemeli a tömegből, az, hogy egyből szinte más eszköz nélkül tudsz live-olni, és persze itt is használhatsz látokat, csak használd az appot, amivel ugye kb. Internetet kap, és már erről tudsz közvetítéseket indítani. Ugye a 6, a K6-ben azt jelenti, hogy egy 6 incses méret, ami szerintem tökéletes, maga a kijelzője az Full HD, nagyon világos, és van 4K-s HDMI outputja, és loop outlátokat is tartalmaz, meg ahogy mondtam, ugye live-olni is tudsz vele. A K6 amúgy $260 kerül, attól függ, hol
veszed meg, szerintem ez egy nagyon korrekt ár a funkciókhoz mérten. Két esetet szeretnék bemutatni, amikor nagyon jól jön nekem ez a monitor. Az egyik, amikor pont így veszem fel magamat, és túl messze van, vagy nehéz lenne egy hosszú HDMI kábelt használni a kamera és a control monitor között. A másik pedig, amikor termékvideókat veszek fel, és a control monitort nem akarom a kamerára rakni, mert az egy extra súly a jibben vagy slideren. De hogyha már jibekről és sliderekről van szó, van egy dedikált sorozatom az a kedvenc termékeimről, az Edelkron termékeikről, úgyhogy ha érdekel, hogy miért olyan jók, akkor nézd meg ezt a videót. De ha a végeredmény érdekel, akár az Edelkront, meg külső monitorokat használok, itt van egy behind the scenes-es tutoriál egy Creamy B-rollról, nézd meg. Köszönöm, hogy itt voltál, ha még nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg a csengővel együtt, lájkolj, kommentelj, mert rengeteg király kis tartalmam jön még, és remélem, hogy találkozunk a következőben mondjuk ezekbe. Klikk! Köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!